fontos nagyon a hősök tere működésében, hogy valamilyen rendszerességgel nagy nyilvános eseményeket is szervezünk, mert így van lehetőségünk arra, hogy minél több embert meg tudjunk szólítani, hiszen a tréningjeink, a workshopjaink, amit egyébként csinálunk iskolákban, cégeknél, ezek mindig kis csoportosok. Minden azon múlik, hogy hogy közelítjük meg a világot, hogy hogyan viszonyulunk hozzá, és hogyha nem tudunk a fejünkben váltani, akkor egyébként az életben minden egyes helyzetet nagyon-nagyon nehéznek fogunk megélni. Azt mondom a változások, hogy ezek az életünk természetes részei, és hogy én fogok változni meg belül annak érdekében, hogy ezek a helyzetek ne döntsenek romba. Így együtt látni ezeket az embereket, és azt, hogy mennyien képesek túllépni a saját árnyékukon, a saját hibáikon, akár a saját szerencsétlen helyzetükön, az meg egy ilyen iszonyatos erőt ad ahhoz, hogy én is tovább tudjam csinálni azt, amiben hiszek. Azt gondolom, hogy a generációm egyik fele az nagyon ez a mindent pakoljunk ki mindenki elé kategória, de általában ez sem őszintén működik. Tehát lehet, hogy minden pillanatot megosztunk mondjuk közösségi médián az életünkből, de ezek általában nem egy őszinte lenyomatai annak, hogy igazából mi történt velünk. Ez egy zseniális konferencia. Hihetetlen embereket is lehetett megismerni, hihetetlen élettörténeteket. Ez a fantasztikus ebben az egészben a konferenciában. Ezeket a történeteket megismered, és ezáltal tudsz tovább fejlődni a saját ügyeidben. És ez nem csak azt jelentett, hogy hallgatólag vettél benne részt, mindenki adott lehetőséget arra, hogy hogyan vágy cselekvő állampolgárra. Mutasd a jelet! Itt van a helye! Kiáltom vele! És volt látni, hogy az emberek egy kicsit kilépnek a komfortzónáikból, és egy kicsit elgondolkodnak azon, hogy ha elhagyják az Uránia épületét, akkor egy kicsit másképp fogják csinálni a dolgaikat. Kezdettől fogva is a Hősök terét, és nagyon, nagyon hiszek benne, hogy ez a fajta gondolkodás, ez a kulcsa annak, hogy egy olyan társadalomban tudjunk élni, ahol az emberek többsége előretekint és megpróbál tenni, tehát nem várja mástól, hogy megtörténjenek a jó dolgok, hanem hogy megnézzük, hogy ő mit tud azért tenni, hogy a változások megtörténjenek. Az arcokat, a lelkes arcokat, azokat viszem haza.